Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért tanultok itt? Miért? Várok választ, várok, várok. Fejlődni szeretnénk, hogy segítsünk másnak fejlődni. Érjük el az aranykor. Hát fejlődni szeretnétek? Szeretnénk, maradjunk így. Jó? Ebben a többes számban. És még azon túlmenően? Tudatosságot kicsit fejleszteni, felébreszteni és fejleszteni. Hozzuk létre az aranykort. Küldetés. Aha. Küldetés? Küldetés tudat. Küldetés tudat? Aha. Hozzuk létre az aranykort, meg ilyenek? Többek között. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Hoppá. Egy pillanat. Oké. Hoppá. Annyi minden van itt, amit működtetni kell, hogy időnként belekavarulok. Na nézzük. A coach képzéseink által az embereknek eljuttatjuk azt a tudást. Mi az, hogy coach képzés? A mi értelmezésünkben azt jelenti a coach, hogy ember és életjobbító. És olyan tudást nyújtunk az embereknek, amelyek révén az életüket könnyebbé tudják tenni, tehát ember és életismerethez jutnak, elkezdik helyesebben, egyre helyesebben bánni az életük különböző helyzeteikkel, a problémáikat elkezdik megoldani, illetve megelőzni, képesebbé válnak arra, hogy célokat elérjenek. De ne csodavárásra gondoljatok, ami azt jelenti, hogy ugye rengeteg olyan képzés van, ahol azt ígérik, hogy, vagy legalábbis az emberek azt gondolják, lehet, hogy nem ígérik, de azt gondolják, hogyha tudom, részt vesznek egy ilyen egynapos képzésen, vagy kétnapos, vagy egyhetes képzésen, és akkor teljesen megváltozik az életük, pozitív értelemben természetesen. Most gondold végig, van egy életed, amit leéltél, ha mondjuk ilyen 20 év körüli vagy, akkor is leéltél kb. Annyit, amennyi éves vagy, nem? És, de ha idősebb vagy, akkor ugye lehet, hogy többször annyit éltél le, mint a mondjuk egy 20 éves. Na most az alatt, az időszak alatt azért megéltél dolgokat, nem? Tehát ha valaki 20 éves, akkor 20 év alatt, ha valaki mit tudom, 50 éves, akkor 50 év alatt, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy megéltél. Na most azok berögzültek. Ez a berögzülés leginkább az első 7 évben történt meg. Tehát az első 7 évben történt berögzülések azok gyakorlatilag, ha úgy nézzük, hogy valaki nem tudja, hogy hogy kezelje ezeket a berögzüléseket, akkor az kihat egész életére. Tehát például valakinek mondjuk olyan szülői háttere volt, hogy a szülei szó szerint a pénznek az ellenségei voltak, vagy például mondjuk olyan szülői háttér volt, ahol azt látta a gyerek, hogy például rosszul bánnak a pénzzel. Csak mondom, egy példát mondom. Az úgy fog fölnőni, hogy ő tudja, hogy nem fog jól bánni a pénzzel az az illető. Na most hiába mondják neki, hogy ó, te képes vagy rá. Ó, te meg tudod csinálni. Hiába mondják színpadról mondjuk.
attól nem fog megváltozni ezen a téren az élete. Tehát az ember úgy működik, hogy van egy tudatos rész az elménkben, az elménk ugye itt van, van egy baloldali része, van egy jobboldali része, mondhatnánk azt, hogy van az agyunkhoz kapcsolódik az elménk, akár össze is lehet ezt a kettőt keverni, nem nagy probléma, összekeverjük egyébként. Tehát lényeg az, hogy van a jobb agyféltekénk, bal agyféltekénk, a bal agyféltekénk kapcsolódik a emlékeinkhez, a jobb agyféltekénk pedig a gondolkodáshoz kapcsolódik. Na most ugye az a fő probléma, hogy az emberek azt se tudják, hogy mi alapján gondolkodnak. Na most gondold végig, ugye eléggé hasonlatosak vagyunk mondjuk az emlősökhöz, főleg ilyen a majom, tehát ilyen fejlettebb majmokhoz elég hasonlatosak vagyunk, de van egy óriási különbség ugye az ember és a, mondjuk egy majom között, ugye az egyik legértelmesebb állat ugye a Földön a majom, mégis egy óriási különbség, hogy a majom nem tud gondolkodni, az ember meg tud. És megnézzünk bármilyen állatot, olyan állatot nem fogsz találni, amely gondolkodik. Nincs olyan, hogy gondolkodás. Olyan van, hogy megtapasztal dolgokat, és akkor annak alapján cselekszik. Ha, vagy hogy nem ő tapasztalt meg dolgokat, hanem mondjuk az apja vagy az anyja tapasztalt, valamelyik szüleje megtapasztalt dolgokat, és akkor ugye ezt, azt a fajta megtapasztalást, azt valamilyen szinten ugye megörökli. És akkor ösztönösen ő is működik úgy, mint a szülei működtek. Na most mégis van az ember, aki képes a gondolkodásra. Ugye mi a gondolkodás? Az gondoldást jelent. Ugye ha ezt részletesen kielemeznénk ezt a szót, akkor rájönnénk, hogy az gyakorlatilag gondoldást jelent a gondolkodás. És hát itt vagyunk emberek, és fogalmuk nincs az emberek nagy részének, hogy, hogyan is működik mondjuk ez a gondolkodás. Az miért tudunk gondolkodni mi, és az állatok miért nem tudnak gondolkodni, és ha megfeszülsz, akkor sem fog egy állat gondolkodni. Be lehet szépen idomítani az állatot, érted? És akkor azt teszi, amire beidomítottad, de igazából, hogy gondolkodni nem fog, az hol biztos. Na most az ember viszont tud gondolkodni. Mert az emberben van egy olyan fajta energia, ami nincs az állatokban. És ez az energia, ami az emberben van, az ráadásul még értelmes is. Van bennünk egy értelmes energia. Az állatokban nincs, de van bennünk is olyan, mint az állatokban, ezt úgy hívják, hogy életösztön. Tehát az életösztön energiája. De az a másfajta energia, ami bennünk van, amely révén mi gondolkodunk, az semmilyen állatban nincs. És azért nem igazából nem tudnak az állatok gondolkodni, mert bele lehetne abba rakni egy olyan értelmes energiát, mint az emberben van. Ugye már kísérleteznek ilyenekkel, de a Föld történetében sok ilyen kísérlet történt, és valamilyen szinten ez működött is, csak kiderült, hogy hát ez mégse olyan, mert mondjuk gondold végig, mondjuk, hogyha a lóba beültetnének egy értelmes energiát, és mondjuk a ló ezáltal gondolkodna, és még netántán nem tudom, hogy alkalmas-e lenne a beszédképző szerve a beszédre, mert nem biztos, mert lehet, hogy csak a nyihogásra, ezáltal ugye gondold végig a patájával például, hogy fogna meg valamit. Érted? Vagy például megnézzük az állatokat, bármelyikét, mondjuk akár egy, mit tudom, egy delfint, amely nagyon értelmes, van keze. Hát van uszonyai, és uszonya meg lehet ugyanazt csinálni, mint a kezeddel. Hát vannak olyan emberek, akiknek, mit tudom, elvesztették a kezüket, vagy,
genetikai rendellenség folytán úgy születtek, hogy nincs kezük és tudnak fogni a lábukkal, érted? Na most egy uszonya, nehogy már valaki azt mondja, hogy úgy lehet fogni, mint mondjuk egy kézzel. Tehát ha jobban megnézed, maga a testünknek a felépítése ugye az arra alkalmas, hogy azt a fajta életet véghez vigyük, amit élünk. Most gondold végig, mondhatnád, hogy a majom is meg tudna ezt csinálni, de nem egészen. Mert a majomnak ugye a lába az például nem feltétlenül a járásra van kialakulva, hanem ugyanúgy a fogásra, mint a keze. És nem tud például a majom olyan finom kézmozdulatokat csinálni, mint mondjuk egy művész. Érted? Tehát ha gyakorlatilag megnézed, a teljes állatvilág az arra a fajta életvitelre, amire az ember képes, alkalmatlan. Alkalmatlan, és ez nem csak külsőleg, hanem ha valószínűleg belsőleg is, mert például nem tudom, hogy mondjuk egy majmot mennyire lehet beszédre úgy tanítani, hogy beszéljen is, érted? És értelmes sem beszéljen. Már az biztos, hogy nem lehet, hogy értelmesen, de hogy azokat a szavakat kiejtse, amit az ember képes kiejteni. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és testileg mi vagyunk a legalkalmasabban ezen a bolygón, hogy azokat a dolgokat elvégezzük, amit egy ember el tud végezni. Tehát nekünk nem kell hintázni a fán és ide-oda ugrálni rajta, mint mondjuk egy majomnak, ezért ugye ahhoz nem is nagyon kell alkalmasnak lenni, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Jó, szóval lényeg az, hogy itt vagyunk emberekként, és mi emberek nem nagyon értjük a saját működésünket. Tehát azt gondoljuk, amit tanítottak az iskolában, hogy az úgy van, hogy volt egy evolúció, és az evolúció részeként kialakult az ember, akkor miért nem olyanok vagyunk, mint az állatok? Érted? Ha evolúció révén jöttünk létre, akkor miért nem olyanok vagyunk? Miért vagyunk teljesen másak? És miért tudunk gondolkodni? Honnan jött a gondolkodás, mikor egyetlen egy állatfaj sem képes a gondolkodásra? Legalábbis itt a Földön. Na most onnantól kezdve gondold végig, hogy lehet az, hogy mégis van itt egy lény, amely gondolkodik? És ráadásul ennek a lénynek, amit úgy hívnak, hogy ember, van egy olyan része is, ami nagyon hasonlít az állatéhoz. Az állat az tisztán ösztönlény, és a fejlettebbek, a fejlettebb állatok azok idomíthatók. Tehát idomíthatóak. Minél fejlettebb egy állat, annál könnyebben idomítható. Ha például próbálj egy legyet idomítani, biztos, hogy nehezebb dolgod lesz, mint mondjuk egy kutyával. Jó, tehát lényeg az, hogy minél fejlettebb élőlény, ugye annál jobban idomítható. És ha megnézed, az ember is idomítható. Méghozzá hasonlóan, mint az állat. Mivel idomítható az állat alapvetően? Fájdalommal és jutalmazással. Ezzel a kettővel. Például a kutyát ebből idomítják, vagy fájdalommal, vagy jutalmazással idomítják. De egyébként a többi állatot is ugyanezt csinálják. Például, mint egy lovat idomítanak, ugyanezt csinálják. Vagy jutalmazással, vagy fájdalom eszközlésével idomítják. Na most, ha megnézed, egy olyan világban élünk, ahol elég komoly idomítás folyik. És ráadásul, mivel az ember egy értelmes lény, ezért még könnyebben idomítható, mint egy állat. Mert ha megnézed az állatvilágot, minél értelmesebb állat, annál könnyebben idomítható. Na most az állatvilág csúcsa idézőjelben az ember, nem akarom leértékelni, mert ugye mi nem állatok vagyunk,
de mégis a csúcsa, ugye az élő lényeknek a csúcsa, akkor maradjunk ennyibe. És mivel minél fejlettebb élőlényről beszélünk, annál jobban idomítható, akkor ezek alapján vajon melyik faj idomítható a legjobban? Hát az ember. Na most, de az emberek nem tudják, hogy miért, tehát nem ismerik, hogy az ember hogy működik, tehát azt se tudják, hogy mi miatt gondolkodunk, azt se tudják, hogy miért vagyunk idomíthatóak. Tehát például megnézzük, hogy miért tudunk gondolkodni. Hát nagyon egyszerű, mert az imént említettem, hogy van bennünk egy olyan energia, amely az összes többi állatban nincs. Ez pedig egy energia lény. Azt pedig úgy hívják, hogy lélek. Lélek. Tehát mikor összekeverik az állatoknál, és elkezdek mondani, hogy az állatnak is van lelke, az nem lélek, hanem az élet ösztön, élet energia, oké? Tehát élet energiája van, ugyanúgy az embernek is van élet energiája, csak az a óriási különbség, hogy mikor az ember meghal, akkor az élet energiája megszűnik, a lelke az meg sose, oké? Tehát a lélek az nem szűnik meg. Na most, és gondold végig, hogy minden emberbe beleköltözik egy lélek akkor, amikor kibújik az édesanyja hasából, mikor az első levegőt veszi, beleköltözik egy lélek. Egy olyan lélek, amely már számtalan évet megélt, földi léptékben lévő évet megélt, de szó szerint számtalan. Na most, megélt számtalan életet, évet, és akkor fogja ez a lélek, az belebújik egy csecsemőbe, érted? Egy újszülöttbe. Hát miért? Hogy van ez? Miért? Na most ahhoz, hogy például egy emberbe bekerüljön egy értelmes lény, egy értelmes energialény, amit léleknek nevezünk, ahhoz kell egy olyan fajta fejlettség, mondjuk technikai fejlettség idézőjelben, amivel ezt meg lehet csinálni. Na most akkor az azt jelenti, hogy hát most gondold végig, magától hogy fog egy olyan lélek beköltözni egy emberbe, amelyik ből kitörlik az összes tudást, mielőtt leszületik. És csak egyet, a lélekből kitörlik az összes tudást, akkor egyetlen egy dolgot tud, szeretni. Semmi mást. Szeretni tud. Na most, ha ennyi a tudása a léleknek, hogy szeretni tud, akkor honnan tudja, hogy neki mi a dolga? Honnan tudja neki, hogy be kell költözni egy testbe? Szerinted? Honnan tudja? Nem tudja. Tehát ez kell egy olyan fajta másik lény, amelynek megvan a tudása ahhoz, hogy irányítsa annak a tevékenységét, hogy az, amikor az első levegővétel történik, akkor az a lélek bekerüljön abba a testbe. Elég világos voltam? Na most, ezt ugye hogy lehetne megvalósítani, hogyha ilyen nem létezne? Tehát nem léteznének olyan lények, amiket ezt meg tudják csinálni. Hogy lehetne megcsinálni? Hogy működne ez? Hogy működne? Nézd meg! Hát gyakorlatilag egy gyerek, egy újszülött gyerek nem tud semmit. Tehát szó szerint, ugye itt ül egy szülésznő a teremben, ezt pontosan meg tudnám mondani, hogy semmit nem tud. Még látni se lát. Érted? Valamilyen érzékelése van, de az is elég minimális. Érted? Na most gyakorlatilag ott van benne egy értelmes lélek, de hát mégse kellően értelmes, mert a tudása nulla. Ha nem nulla lenne, akkor már képes lenne magát, a csecsemő testet irányítani, vezérelni.
Oké? De képes rá? Nem. Na most akkor, hogyha nem létezne különböző lények, akkor hogy költözhet be egy lélek egy testbe? Érted? Hogy? Segítség nélkül? Sehogy. Milyen egyszerű a válasz. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye hallott már mindenki ilyet, hogy dimenziók. Mi háromdimenziós lények vagyunk. De nem tudom azt mennyire hallottátok, hogy igazából ezek a dimenziók ugye 7 dimenzióig haladnak felfele. 7 dimenzió. Mi háromdimenziós lények vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egy mondjuk egy kétdimenziós lény, ha létezne, akkor az nem érzékelné a háromdimenziós lényt. A háromdimenziós meg nem érzékeli a 4 vagy a fölötti dimenziós lényeket. Pofon egyszerű. És ezáltal mi emberek ugye nem érzékeljük azokat a lényeket, ami nálunknál magasabb dimenzióban működik. Tehát például ott van a lelked, hogyha az kiszállna belőled, azt se érzékelnéd, mert az is nem háromdimenziós, hanem 4 dimenziós. Oké? Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy mi emberek hogyan működünk. Tehát fogalmuk nincs, hogy amiatt tudunk gondolkodni, és amiatt tudunk úgy tanulni, hogy idomítás nélkül, mert van bennünk egy értelmes energia lény, amely tanítható. Tehát a lélek az tanítható. És azért jött le a földre a lelked, hogy megéljen olyan tapasztalatokat, amit eddig nem élt meg. Ha azért jöttél volna le, a lelked azért jött volna ide le, hogy olyat éljen meg, amit már megélt, akkor nem jött volna le. Világos ez? Tehát azért jött le, hogy olyan dolgokat tegyen, amit neki itt meg kell tennie. Világos voltam? Mert ugye a tettekkel tapasztalunk. Ha nincs tett, nem, nincs tapasztalás. Akkor tudás van, tettek nélkül lehet tudást rászert tenni, de tapasztalni, a tapasztalattal lehet igazából használható tudásra szert tenni. Tehát itt vagyunk mi emberek, és megint mondom, hogy az emberek nagy részének fogalma nincs. Olyan tévképzete van az ember működésével, hogy hihetetlen, hogy hihetetlen. Tehát itt vagyunk emberek, és van bennünk egy olyan fajta energia lény, amely nem rendelkezik semmilyen anyaggal, mivel energiából van, és tisztán energia lény. Ezáltal, mivel nem rendelkezik anyaggal, az anyagról tudni kell, hogy az mulandó. Az energia meg örök. Ezáltal, mivel energia lényről beszélünk, az örök. A testünk, mivel anyagból van, az mulandó. Nagyon egyszerű. Tehát amikor lejön egy lélek, és beköltözik egy testbe, miért abba költözik be? Ha miért pont abba? Te miért ebbe a testbe költöztél be? Tehát ezen a bolygón, meg a világ mindenségben semmi nincs ok nélkül. Tehát semmi nincs ok nélkül. Nehogy ma azt gondold, hogy például amikor egy üstökös kering az űrben, mit tudom mondjuk itt a naprendszerben, annak az útját nincs olyan technológia, amivel nem lehetne irányítani odafönt. Nem az emberek révén irányítható, hanem a fentieknek, fentiek révén. Oké? És ha azt akarják, hogy mit tudom én, mondjuk eltaláljon egy bolygót az az üstökös, akkor el fog találni egy bolygót az az üstökös. És ha azt akarják, hogy nagy évben kikerüljön egy bolygót az az üstökös, akkor az nagy évben ki fogja kerülni. Tehát ha te azt gondolod, hogy az a technikai fejlettség, amivel az ember rendelkezik, az egy hú, hát micsoda technikai fejlettség, akkor
A mi technikai fejlettségünk az körülbelül olyan szintű, mint az ember és a majom közti technikai fejlettség. Oké? Jó? Tehát ők annyival magasabb technikai fejlettségre képesek, hozzánk képest, mint amennyivel képesebb vagyunk mi a majomhoz képest. Jó? Maradjunk ennyibe. Na szóval lényeg az, hogy, az ember a világegyetem működéséről sem tud, halvány fogalma sincs a legtöbb embernek, és, magának az embernek a működéséről sincs halvány fogalma se. Pedig lehet, hogy a világ mindenség működéséről nem sok fogalmának kell lenni az embernek, mert hát nem a világ mindenségében, mindenségben működünk egyelőre, hanem csak itt a bolygón, és ezáltal talán ugye a, saját magunkkal és a bolygónkkal kapcsolatos működést kellene ismerni. Tehát itt vagyunk mi emberek, és, nem tudjuk azt, hogy van bennünk egy olyan lélek, amelyiket tanítani kell. Nem idomítani. Tanítani. Oké? Tehát a tested az ösztöneid miatt idomítható, mint egy állat esetében, mint egy fejlett állat esetében. A lelked viszont tanul. Világos ez? Tehát a lelked az tanul. Az teljesen más. És nagyon érdekes, mert olyan nincs, hogy a lelkednek tanulási korlátja van. Olyan nincs. A léleknek nincs tanulási korlátja. A testnek van tanulási korlátja. Tehát mikor egy ember tanul, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy például hogy mit tanul, és milyen technikával tanul. Mit értek ezzel a technikával? Hát az, hogy tanulsz valamit, de minek? Vagy azért tanulsz valamit, hogy utána hasznosítsd, és használd. Ha minek tanultál, akkor csak kidobtad az idődet, energiádat, és azt élted meg, hogy igazából nem volt értelme annak, amit csináltál. Ha az ember olyan dolgot csinál, aminek nincs értelme, később rájön, hogy nincs értelme, akkor azt kudarcként képes megélni. Pont ezért, mert kidobtad az idődet meg az energiádat. Ha az ember olyan dolgokat tanul, amit az életben tud hasznosítani, akkor az nem kidobott idő és energia. Tehát mi az, amit az életben tudnunk kellene hasznosítani? Hát nyilván olyan dolgok, ami az életedben jelen van. Hát ugye először is mi van az életedben leginkább jelen? Hát te saját magad, nem? Ez mindig kéznél van. Te saját magadnak mindig kéznél vagy. Oké, sőt, mész a napon, akkor próbáld átlépni az árnyékodat. Tehát gyakorlatilag senkivel nem vagy annyit, mint saját magaddal, nem? Ez igaz. Tehát ezáltal ugye mivel kellene a legjobban bánni? Hát saját magunkkal, nem? Tehát azzal, akikkel, akikvel a legtöbbet együtt vagyunk, nem? Tehát a saját magunkkal nem tudunk bánni, tehát most ne azt értsd a magunkkal való bánásmódra, hogy hát megfürdeted, megeteted, megpisilteted, megkokiltatod, érted? Stb. Saját magadat. Nem erre a bánásmódra gondoltam. Ezt egyszer megtanították, ezt azóta csinálod. Nem? Fölöltözteted magad, azt is azóta csinálod, mióta megtanítottak, hogy kell felöltöznöd. Stb. Szóval a lényeg az, hogy most nem erre gondolok, hanem azt, hogy
kihozd magadból azt, amit egy ember ki tudna hozni magából. Érted? Ezzel mit értek? Hát ha megnézed, körülnézel az ismeretségi körödben, akkor azt láthatod, hogy egy alapvető dolgot, hogy a legtöbb ember nem önálló. Mit jelent ez a nem önálló? Ugyanazt csinálja, mint amit gyerekkorában csináltak vele. Mit értek ezen? Gyerekkorában a szülei gondoskodtak róla, most meg a legtöbb emberről vagy a munkaadója gondoskodik, nem? Vagy az állam, nem? Nem így van? Vagy ha nagyon öreg, akkor a gyerekei gondoskodnak róla, vagy egy idősek otthona. Érted? És ha megnézed, az emberek többsége így működik. Legalábbis itt a nyugati társadalomban. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a túlnyomó többsége. Érted? Tehát nem önálló. Nem önálló. Nem önálló. Tehát, ha gondold végig, egy majom képes arra, hogy a saját túléléséről gondoskodjon. A legtöbb állat képes arra, hogy a saját túlélésére gondoskodjon. Addig nem képes erre, míg kölyök, vagy kicsi, vagy fióka, vagy bármi, érted? Addig nem képes. De amikor felnő, akkor képes arra, hogy gondoskodjon magáról. És sőt, a saját kölykeiről is gondoskodik. Most a legtöbb ember, most gondold végig, azt mondanák, hogy hónaptól nincs fizetés, nincs nyugdíj. Mi történne a legtöbb emberrel? Itt mondjuk Magyarországon, vagy itt Európában? Mi csinálnának? Hát harcolnának a kajáért, meg az egyéb dolgokért. De ez nem azt jelenti, hogy ő magáról gondoskodik, hanem fogná és elvenné mástól, érted? Gyilkolnának, ölnének, rabolnának, stb. Stb. Kiktől? Azoktól, akik önállóságra képesek. Érted? Tehát magyarul rögtön az ember elkezdene ilyen állatként működni, ilyen hordaszerűen, érted? Na most ez szerinted önállóság? Tehát akkor mi a francra való a lélek bennünk, amelyik ugye a gondolkodásunknak az alapja, hogy megoldjuk a gondot, mi a fenének akkor? Akkor működhetnénk lélek nélkül is, simán ilyen ösztönlényként, mint a majmok. Tehát nem kellene valahogy többre jutni ezzel kapcsolatban? Tehát ez jelenti azt, hogy önmagunkkal bánni, érted? Hogy bármi történhet, bármi van, te megállod a helyedet. Ha elbocsátanak, hála Istennek, hogy elbocsájtottak, mert legalább önálló leszek, vagy mit tudom én, érted? De a legtöbb emberre történik valami, és akkor magában zuhan. Érted? Gondolkodó lényként. Hihetetlen. Most gondold végig, ha azt mondanák a nyugdíjasoknak holnap, hogy holnaptól nincs nyugdíj. Mennyi nyugdíjas zuhanna magába? Vagy azt mondanák a dolgozóknak, hogy holnaptól nincs fizetés. Mennyi dolgozó zuhanna magába? Gondolkodó lényként, érted? Mert elérték az embereknél, hogy ne gondolkodjanak, érted? Nem? Hát ha csak egy egyszerű statisztikát mondok,
A háború előtt Magyarország lakosságának a több mint 80% az önálló volt. És mindössze 20% volt kiszolgáltatott helyzetben. Most fordítva van, most körülbelül 20% önálló és 80% van kiszolgáltatott helyzetben. Nyilván most gyerekeket vegyük le abból a statisztikából is, meg ebből is. Mert a gyerek az mindenféleképpen kiszolgáltatott helyzetben van. Érted? Tehát elérték azt, hogy az emberek megelégedjenek egy ilyen kiszolgáltatott helyzettel. De miért? Mert olyan hülyeségeket tanítanak nekik, hogy evolúció, meg ilyen baromságok, érted? Amely révén fogalma nincs, hogy ő sokkal többre lenne képes a benne lévő lélek miatt. Ráadásul, hogyha az ember tud olyan dolgokat, hogy mit tudom én, az a lélek, ami benned van, most gondold végig, nulla tudással rendelkeztél akkor, amikor beköltöztél a testbe, a testedbe, mint lélek, nulla tudással. Valaki tehát segített, hogy oda bekerülj. Valaki segített, hogy oda bekerülj. Na most gondold végig, a lelked ugyanezt a segítséget meg tudja kapni a halálodig. Egy olyan lénytől, ami a rendelkezésedre állna, ha tudná róla. Érted? És lényeg az, hogy ő neki nem kell hangokat kibocsájtani a száján, nincs is szája, mert szellemlényről beszélünk. Telepatikus módon tud a lelkeddel kommunikálni. Érted? És ha valami olyan dologra lenne szüksége, amit te nem tudsz, de jó lenne tudnod, akkor a lelkednek el tudják küldeni az információt, de sok esetben azt mondják, hogy minek küldjük el, mikor úgyse fogja azt az információt használni, mint test az illető. Érted? Tehát ha az ember ismerné a saját maga működését, akkor tudná azt, hogy nem annyira egyszerűen működünk, mint az állatok. Pedig ezt tanították nekünk biológiából. Ugyanazok vagyunk, csak éppen kicsit okosabbak. Tehát itt vagyunk mi emberek, és fogalmunk nincs a tudatos működési részünkről, de ugyanúgy fogalmunk nincs az érzelmi részünkről. Pedig hogyha az ember egy kicsit mondjuk akár az állatot tanulmányozná, akármilyen hihetetlen, ugye amikor csak bármilyen kísérletet csinálnak mondjuk valamilyen az embernek hasznos dolgokról, amit majd az ember használni fog, például mondjuk egy, tudom én, mondjuk egy gyógyszert vagy bármit, akkor előtte ugye állatkísérleteket folytatnak. Tehát például amikor tanulmányozták annak idején például Sigmund Freud az emberi elme működését, akkor először állatokkal kísérletezett, érted? Hogy az állatoknál ez az elme működés hogy működik, és rájött arra, hogy az embernél is van egy ilyen fajta működés, mint az állatoknál. És ugye hát ezek a tudások, ez viszonylag, tehát az elménk működéséről ez viszonylag titkos. Tehát nincs közreadva, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy az elméjük hogyan működik, melyik elméről, nem a gondolkodó elméről beszélek, hanem az ösztönös részéről beszélek az elménknek. Ez a bal agyféltekének a működése, ez kapcsolódik. Szóval a lényeg az, hogy fogalmuk nincs. Tehát nem tudják azt, hogy a legnagyobb problémánk emberként ez a bal agyféltekés működés. Ez az ösztönös működés. Érted? Ez állatszerű működés. Ezért sokszor szokták mondani az emberekre, hogy na az állatja.
mert úgy viselkedik, mint egy állat. Szóval megnézed az élőlényeket, a fejlett élőlényeket, az emberen kívüli fejlett élőlényeket, mind fél, egytől egyig. Megnézed az embert? Mind fél, egytől egyig. Fél, ugyanúgy félnek az emberek, mint az állatok. De nem a bal agyféltekéd része a lélek, a gondolkodó rész fél, az nem fél. Ha az ember gondolkodik, akkor nincs mitől félnie. Ha nem gondolkodik, és hagyja, hogy eluralkodjonnak rajta az ösztönök, persze, hogy elkezd félni. És mi a félelem a legnagyobb alapja? A halálfélelem. A halálfélelem. Félnek a haláltól. Ugye mi nem fél a lelkünk a haláltól? Mert örök életű. Sose hal meg a lelkünk, érted? A testünk azon része, ami a raktározó részhez tartozik, ugye az ösztöneinkhez tartozik, a múlt alapján való cselekvés, az a testünkhöz kapcsolódik, a test meg halandó. És akkor az embernek fogalma nincs, a legtöbb embernek, hogy mit lehetne ezekkel kezdeni. Tehát ha megnézed, a legtöbb ember most teljesen olyan működést vett föl, mintha nem is tudnak gondolkodni. Szó szerint. Mintha ez a rész, ez elhalt volna. Na most, miért mondom ezeket? Hát ezek miatt, mert egy olyan fajta földi léte van az embernek, ennek az embertípusnak, amit úgy hívnak, hogy homo sapiens, hogy egy magasabb fajta tudatszintre kellene kerülni. De a tudatszint az nem az ösztöneink, hanem a lelkünk által vezérelt dolog. A magasabb tudatszint pedig azt jelenti, hogy képes teremteni, teremteni. Tehát képes teremteni. Az ember, ha most megnézzük, nem képes teremteni, csak átalakítani. Ezért összekeverjük a teremtést az átalakításra. Tehát az ember átalakít dolgokat, teremtésre nem képes. Pedig a lelked, az képes lenne teremtésre. És a magasabb tudatszint úgy kezdődik, hogy az ember teremt. Oké? Teremt. A teremtés azt jelenti, hogy olyan nem volt még, és létrejött. Érted? Azt jelenti a teremtés. Tehát olyan még nem volt, és létrejött. Vannak, akik ugye teremtenek, például a feltalálók teremtenek, de az aranykort is meg kellene teremteni. De mit is jelent az, hogy aranykor? Elnyomásmentes társadalmi forma, nincs elnyomók, nincsenek elnyomók. Minden ötödik ember egyébként a bolygón az elnyomó, minden ötödik ember. Tehát eleve, akik elnyomók, be se tudnak majd kerülni az aranykorba. Ugye itt van egy dátum, 2035, haladunk felé, évről évre, egyre közelebb van. És 2035-re meg kell csinálni azt, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni egymással, érted? 2035-re. De addig, míg az ember elnyomást kap, biztos láttátok már embereknél, mindenki kivétel nélkül,
hogy az emberek hullámzanak. Mit értek a hullámzáson? Hogy jó állapotba kerülhetnek, utána meg hirtelen lezuhannak, és rossz állapotban vannak egy darabig, utána megint főküzdik magukat jobb állapotba, akkor megint lezuhannak. És így hullámvasutaznak, ezt hullámvasutazásnak hívja. Az azt jelenti, hogy nem stabilak érzelmileg. Tehát a legtöbb ember, ha körülnézel, azt látod, hogy érzelmileg nem stabil. Tehát magyarul történik valami olyan esemény, ami jó, akkor följönnek hangulatban, történik valami olyan esemény, ami rossz, akkor lezuhannak. Ugye a följövetel az mindig lassabb, mint a lezuhanás, gondolja a hullámvasútra, hogy mennyi ideig húzzák föl, azt utána hirtelen mennyi idő alatt megy le, sokkal hamarabb. Szóval lényeg az, hogy az emberek ezt csinálják, és nem tudom, tudod-e miért csinálják, az imént említettem, az elnyomók miatt, az elnyomások miatt. Tehát amikor az ember kap egy elnyomást, akkor elromlik a hangulata. Amikor nincs elnyomás, akkor elkezd visszaemelkedni a hangulata. És amikor ugye valami jó öröm éri, jó élménnyel találkozik, akkor még magasabb hangulatra is föl tud menni. De éri megint egy elnyomás, megint lezuhan. Mit jelent az elnyomás? Minden olyan dolog, ami fizikai vagy lelki fájdalmat okoz. Világos ez? Na most a fizikai fájdalmakat nehéz kontrollálni, tehát nehéz megakadályozni. Mondjuk elesel, megütöd a térdedet, már is fáj. A lelki fájdalmak, akármilyen hihetetlen, az kontroll alatt tarthatók. Teljes egészében, akár egy ember részéről. Mert ugyanis az, hogyha elesel és megütöd magad, abban tényleg fizikai fájdalom van, az hiába próbáld kontrollálni, az akkor is fáj. De egy lelki fájdalom akkor fáj, hogyha engeded, hogy fájjon. Világos ez? Tehát az ember, mikor jó állapotban van, és éri egy negatív olyan dolog, most ne fizikai fájdalomra, hanem lelki fájdalomra gondolj, mondjuk egy nagyon rossz hír, akkor az az ő döntése, hogy hagyja, hogy az a hír hasson rá lelkileg. Világos ez? Tehát például ugyanazt a hírt meghallja egy másik ember, aminek ahhoz a hírhez semmi köze, őt nem viszi rossz állapotba. Világos ez? Mert ő azt dönt, azt mondja, hogy ez semmi közöm, most miért lennék én ez miatt rossz állapotba? Érted? Most egy vadidegenről hallod azt, hogy mit tudom én, elárverezik a házát, és éppen jönnek már árverezni, vagy mit tudom én, vagy jönnek foglalni. Hát nyilván az, aki a tulajdonosa annak a háznak, vagy annak a foglalásnak, érted? Mikor lefoglalnak dolgokat, hát biztos, hogy rosszul esik neki, az hód biztos. Te meg hallod, és azt mondod, hogy kit érdekel, nem nálam vannak. Érted? Vadidegen ember foglalt, mit csinált olyan hülyeségeket ennyi? Kész. Érted? Pedig ugyanarról a hírről beszélek. Ugyanaz a hír. Egyiknek is, másiknak is. Csak az egyik azt mondja magáról, hogy engem érít, jaj Istenem, kész, összezuhan. Érted? A másik meg azt mondja, hogy hát lefütyülöm az egészet. Érted? Kit érdekel? Tehát akkor nem a döntése véletlenül az embernek? Csak úgy kérdezem. De ha két ember elesik, és mind a két ember megüti a térdét, hát ez mind a kettőnek fáj, nem? Na most akkor úgy megkérdezném, most gondold végig, nem tudom életedben volt-e már
olyan helyzet, voltál-e már olyan helyzetben, hogy valami, jött valami probléma és nagyon megviselt. Volt már ilyen? És akkor jól érezted magad? Nem. Nem? Miért nem? Mert úgy döntöttem. Miért? Én nem érezted jól magad. Mert egyszerűen ugye hagytad, hogy az az érzés eluralkodjon rajtad. Érted? Tehát magyarul nem kontrolláltad, tehát nem állítottad meg. Tehát úgy képzeld el most ezt, amit mondtam, hogy mondjuk jó állapotban voltál, jó, akár jó kedvű is voltál, és jött egy nagyon rossz hír vagy probléma, és hirtelen lezuhantál, érted? Tehát most erre gondolj, biztos, hogy volt veled ilyen, ott biztos. És ez jó volt? És csak úgy kérdezném, nem kellene mondjuk, illetve még mielőtt kérdezném, tehát nem volt jó, azt mondod, és olyankor, mikor így le voltál esve, mennyire tudtál gondolkodni? Olyankor az ember gondolkodása jobb vagy félteke? Nulla. Nulla. Még akkor is nulla, hogyha tanulta, hogy mit kellene cselekednie. Érted? Még akkor is nulla. Akkor kellene ugye megállítani a dolgot, mikor még jó állapotban van az ember, hogy ne essen le. Mert ha már leestél, neked annyi. Na, akkor úgy kérdezném, hogy hogy csinálod ezt meg magadtól? Hogy fogod ennek megtanulni a technológiáját? Mert a legtöbb ember úgy működik, nem legtöbb ember, minden ember úgy működik, hogyha sok problémája van, akkor előbb-utóbb ott marad, lent marad. Érted? És már nem lesz olyan, hogy följön. De az, hogy gondolkodjon az ember, jó állapotban kell lennie. Rossz állapotban nincs gondolkodás. Oké? Okay? És a legtöbb ember, ha körülnézel, nem jó állapotban van. Nem itt a teremben nézel körül, hanem kint az utcán. Érted? Vagy a környezetedben. Lehet, hogy beleérthetem a családodat is. Érted? Hogy körülnézel, és azt látod, hogy nem jó állapot, nem jó hangulatban vannak. Elvétve néha előfordul, hogy jó hangulatban vannak. Hát gondold végig, ha valaki mondjuk nem 20 éves, hanem mondjuk 40 vagy 60, akkor ne vigyük túlzásra, jó? Szóval, de ugye aki minél idősebb, annál inkább látta régen, hogy például kezdődött egy táncmulatság, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy az emberek már táncoljanak. Most elkezdődik egy táncmulatság, és vannak olyan emberek, hogy nem is táncolnak végig a táncmulatság alatt. Érted? Semmit. Tehát magyarul nem jönnek föl arra a hangulatra, hogy jól érezzék magukat. Érted? És olyan mértékben van ez így, hogy például, mit tudom én, mondjuk van egy lagzi, ahol az ember nyilván mulatni akar, akkor a lagzinak a, lehet, hogy azt mondom, hogy több mint fele egy taktus nem táncol, érted? Akkor táncol, amikor mondjuk van ilyen vonatozás. És fogják és így berángatják a vonatba, érted? És akkor ott elbaktat a vonat, ugye a vonatozáskor. Slussz, ennyi. Érted? Na most az ember úgy működik, hogy értsük, minél több problémát kap egy ember, az általános hangulat annál rosszabbá válik. Az általános hangulat
ami a kiinduló pontunk, amilyen hangulatban vagyunk, ahonnan megyünk fölfele, lefele. És minél több és több a probléma, annál rosszabb és rosszabb állapotba kerül egy ember, hangulatba kerül egy ember. Ez így működik. Nyilván az idők során, ahogy az embernek jönnek az évek, egyre több problémával találkozik. Nyilvánvaló, logikus, nem? Nyilvánvaló, egy 20 éves nem fog annyi problémával találkozni, mint mondjuk 25 éves korában. És nem fog a 20 éves annyi problémával találkozni, mint ő saját maga 30 éves korában. Nyilvánvaló. És minél idősebb lesz az az ember, annál több probléma jelent meg már az életében, ami nem pozitív hatást fog, mert probléma nem pozitív hatást fog kelteni az életében, hanem negatív hatást, aminek hatására egyre rosszabb és rosszabb állapotban lesz. Gondold végig, ha 20 évesek már nem tudnak, mit tudom én, 6 óra alatt följönni arra a szintre, hogy táncoljanak, mit fognak csinálni 40 éves korukban? Nem, hogy nem mennek táncolni, hanem depressziósok lesznek, érted? Depressziósok. Én nem emlékszek csak kizárólag idős emberné gyerekkoromba depresszióra. De csak olyanra, akinek már nem sok volt a halálig, érted? Mit tudom én, mondjuk volt egy olyan idős hölgy, arra emlékszem, éppen az most olyan nagymamám volt, azért emlékszem, tehát az azt jelenti, hogy az édes nagymamám az meghalt, és a nagyapa még egyszer megnősült. És ő volt olyan, hogy ő hajlamos volt ebben erre a depressziós működésre az utolsó, tudom én, 5-10 évében. Hát inkább 10 évében. De inkább, nem is 10, 5 évében. Ott hajlamos volt arra, hogy depresszióba süllyedj. De én nem láttam olyat, hogy depressziós egy fiatal. Érted? Most meg nem egy fiatalt is ismerek, aki depressziós. Ismerek. Érted? Hát most gondold végig, hogyha az emberek már olyan hangulatban vannak, hogy nem tudnak följönni arra, hogy mit tudom, egy kicsit mulassanak, kicsit jókedvük legyen, kiadják. Hát vagy például az kell a legtöbb embernek, hogy mulasson, hogy igyon alkoholt. Anélkül nem is megy nekik. Érted? Hát mi lesz velük később? Mi lesz 5-10 év múlva? Mi lesz velük? Ha már azon a szinten vannak, hogy hangulatuk az a béka hátsó fele. Tehát régen én jártam hetente, tehát másfél éven keresztül jártam hetente legalább egy diszkóba. Úgyhogy kiszórakoztam magam. Csak másfél évig, de hát az hetente, az megnézed, akkor voltam vagy 70-szer diszkóba legalább. Ez azért nem kevés. Elkezdődött a diszkó, érted? Pár perc múlva táncoltunk. Pedig nem izékor kezdődött, a éjfélkor, meg nem volt alkohol. Ott a diszkóban nem volt alkoholfogyasztás. Érted? És ma elkezdődik egy diszkó, jó későn, utána még órákat isznak, és akkor elkezdenek utána lötyögni. Illetve hát nem lötyögni, mert tombolni. Érted? Hát jó, ha csak innának, igen, jó lenne, ha csak innának. Érted? Ezek nem kellett. Bármilyen táncos helyre elmegyünk a nejemmel, biztos, hogy az elsők között táncolunk, és az is biztos, hogy sok esetben mi nyitjuk a táncot a nejemmel. Érted? Hát mondom, mit ülnek itt ezek az emberek, majd mi táncolunk, hát ennyi. Szóval, ezt most miért mondom? Hogy értsd, hogy annak a hatása, hogy elnyomást kap egy ember, mi történik az emberrel? És tudod, az a baj, hogyha egy ember nem jó állapotú, akkor még egyszer mondom, nem tud gondolkodni.
akkor ösztönszerűen él. Az egy ösztönszerű élés, hogy itt vagyok alkalmazottként, mondjátok meg, mit csináljak, és akkor megcsinálom. Érted? Ha nem tudom, hogy mit kell csinálni, betanítanak. Hát ez teljesen betanítanak. Hát a kutyát kell betanítani, basszus kulcs. Érted? Nem egy embert. Hát tanítsák be a jó édes anyjukat. Azt tanítsák be. Nem kutya az ember. Érted? Gondold végig. Hát emberek vagyunk, azért van bennünk egy gondolkodó lélek, hogy kitaláljuk magunknak, hogy mit kell csinálnunk. Érted? És ha hibázunk, semmi gond, kijavítjuk. Nem állatok vagyunk, hogy addig hibázik, meg bele nem döglik. Na, az állat csinálja azt, hogy addig hibázik, még bele nem döglik. Az ember nem ilyen. Az ember képes azt mondani, hogy hopp, hibáztam, nézzük meg, mi volt a hiba oka, mit kellett volna másként csinálni, következőben meg már nem úgy csinálom, hogy előtte. Na, ez a gondolkodás. Érted? A teremtesz egy gondolatot, amivel megoldod azt a problémát. Érted? Én tudom, hogy ez kemény, de hát ha nem így fogalmazok, akkor sose érted meg, hogy szolga vagy alkalmazottként. Szolga vagy nyugdíjasként, ha nyugdíjból élsz. Érted? Az állam szolgálja. És mit csinál veled az állam? Azért adja a nyugdíjat, hogy jó szavazó legyél. Nem vicc, komoly. Hogy azt szavazzál, amit mondanak neked. De az embernek így kell működni? Nehogy már. Nehogy már. Hát gondold végig, hogy kezdődhet az egész? Hát az ember egy olyan közösségben van, ahol nem olyanok vannak, akik szolgák, érted? Vagy egyre inkább nem olyanok vannak, akik szolgák, hanem elkezdenek önálló életet élni. Érted? Tehát az nem önálló élet, hogy elmehetsz hétvégén ide vagy oda, és mi van a hétközökkel? Az nem önálló élet, hogy kiveszel egy hónap szabadságot, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, és mi van a többivel? Érted? Mi van a többivel? Hát egy év az nem egy hónapból áll, hanem 12-ből. És egy hét nem egy hétvégéből áll, hanem 7 napból. És az 5 nap több, mint a 2. Világos voltam? Na, nyilvánvaló, ez úgy működik, hogy az ember tanul dolgokat, utána használja a tudást, begyakorolja, és akkor utána csinálja. De hát az embernek önálló dologra alkalmas mindene, úgy vagyunk kitenyésztve, ha jobban tetszik, hogy önálló tevékenységre vagyunk képesek minden tekintetben. Az ember képes arra, hogy valamit mondjuk megtanuljon, utána elkezdje csinálni, és továbbfejlessze. Érted? Azt, amit tanult. Jobban csinálja esetleg, mint aki tanította. De az ember erre képes. Simán képes rá. De a legtöbb ember ezt csinálja? De hogy csinálja ezt? Miért nem? Mert hagyta, tehát mondom akkor, az alkalmazotti lét révén tudták elérni azt, hogy az embereket idomítsák. Érted? Addig, míg az emberek nem alkalmazottak voltak, addig nem tudták őket idomítani. Egy olyan, aki földművesként dolgozott a földjén, nem tudták idomítani. Akinek volt egy saját boltja, és árusított a boltjával, nem tudták idomítani. El kellett érni azt, hogy alkalmazottként éljetek. Hogy idomítani lehessen benneteket. Érted? És az az idomítás része,
hogy jaj, alig várom, hogy szombat legyen, jaj, de jó, nem kell bemenni dolgozni, menjünk el wellnesselni, stb. Stb. Kapcsolódjunk ki. Hát ha valaki valamit szeret csinálni, abból ki kell kapcsolódni? Miért kellene? Érted? Abból kell kikapcsolódni, amit utál az ember. Nem? Bármit az életedben, amit szerettél csinálni, ki kellett belőle kapcsolódni? Ki van csukva? Hát ki van csukva? És nem így megy a változás, senkinek nem így megy a változás, nem egy csettintésre működik. A változás, hogy idő kell. Tehát nem elég az, hogy bemegyek egy képzésre valahova, és akkor megváltozik az életem. Nem. A közösségben benne kell lenni. A közösségnek a részének kell lenni. Az az első, a fejlődés első lépése, hogy valahova tartozom egy olyan közösségbe, amelynek van közös célja. Itt van. Ez a valahova tartozás. Nézd meg, a legtöbb ember biztonságáért vagy a túlélésért küzd. Nincs továbbfejlődés, ha nincs valahova tartozás. Valahova tartozás nélkül nem lehet továbbfejlődni. Drága spirituális tanítók, azt hiszitek, hogy valahova tartozás nélkül fogtok továbbfejlődni. Persze. Tehát a valahova tartozás, még egyszer, van egy közös cél. Bevigyük az embereket az aranykorba. Az emberiségnek nincs más választása. Vagy bemegy az aranykorba 2035-ig, vagy elpusztul ez az emberiség. Minden olyan hír, hogy mi lesz 2035 után, kamu. Maradjunk ennyibe. 2035 után egy dolog lehet itt a bolygón. Aranykor. Schluss. Semmi más. Világos voltam? Oké? És ezt nem én mondom. Én csak szócső vagyok. Bejön az információ, meg kimondom. Kész. Oké? Gondold végig, nem lenne jó olyan társadalmi formába élni a jövőben, ahol nincsenek elnyomók? Ahogy az életről gondoskodtak a fentiek, ugyanúgy a halálról szerinted ki gondoskodik, ha nem ő? Oké? Tehát azt, hogy mikor halsz meg, azt legfeljebb akkor tudod meghatározni, ha öngyilkos vagy. Különben semmi között hozzá. Fentiek eldöntik helyetted. Ennyi. Tehát ha azt képzeled, hogy tőled függnek dolgok ezen a földön, akkor az függ, hogy fejlődsz vagy sem. Érted? Más meg mindent megszerveznek neked. Ha jól csinálod az életedet, akkor jókat szerveznek neked. Ha nem jól csinálod az életedet, akkor meg olyanokat szerveznek neked, hogy megbánod. Ennyi. Még lehet azt is, hogy éltél. Nem tudom, tudod-e, csináltak ilyen felmérést. Megkérdezték azokat az embereket, hogy mit csinálnának másként, ha újraélnék az életüket. És tudod, mi volt a legnagyobb probléma? Hogy egy csomó dolgot megbántak, hogy megtettek, és hogy nem tettek meg. Érted? Tehát az emberi életnek olyannak kell lenni, hogy mikor kiköltözik az ember a testéből, akkor előtte végig gondolja az életét, és azt mondja, hogy hú, ezeket nem kellett volna megtenni, meg hú, ezeket meg kellett volna tenni. Hát ez az élet értelme? Hát itt van egy olyan dolog, ami a föld történetében még nem volt. Létre kell hozni egy olyan fajta társadalmi formát, ahol az emberek képesek az önálló tevékenységre. A főnök nélküli tevékenységre. Érted? Ha nem kell az embereket irányítgatni közvetlenül, hanem fogják, összeülnek, megbeszélnek dolgokat, és mindenki végzi a dolgát önállóan. Érted?
az azt jelenti, ahol együtt kell működni, ott kiválóan együtt fognak tudni működni. Baj lenne egy ilyen fajta társadalmi forma? Hát biztos egyeseknek baj lenne, akik most ott fönt ücsörögnek, az, mit tudom én, másán mérik a pénzüket. Azoknak lehet, hogy baj. Hát basszus, csak üzenem nekik, hogyha meghalsz, nem viszed a sírba a pénzedet, meg a vagyonodat. Gondolkozz már. Én azért vagyok, hogy felébresszem, ráébresszem az embereket arra, hogy az életünk az nem az anyagról szól elsősorban. Érted? Csak másodsorban. Hanem a gondolkodásról szól, hogy tudjunk gondolkodni. És tudjunk döntéseket hozni, gondolkodás alapú döntéseket. Érted? És minden, ami ahhoz kell, hogy ezeken a területeken boldogulj, azt itt meg tudod tanulni. Oké? Mindent. Ezt meg tudod itt tanulni. És a bolygón nem találsz másik szervezetet, ahol ezeket meg tudod tanulni. Mind. Oké? És azt gondolná az ember, hogy hú, hát nem tudom, elmegyek egy képzésre, hát jó, akkor legyen egy tanfolyam, egy hónap alatt mindent megtanulok. Aha, persze. Tudod mennyi ez a tudás? 9 év. Nem 9 hónap. Jól hallottad? 9 év. Oké? No, hát várunk szeretettel a képzéseinken, minden képzésünk olyan áron van, ugye vannak díjmentesek is, de ami nem díjmentes, ami bárki által megfizethető. Ami azt jelenti, hogy most ugye akciósan 9800 havonta, 9800 forint, vagy ugye ez 30 euró, az első hónap ettől eltér, az 19800 forint, ami 60 euró. Lényeg az, hogy ha megnézed, mivel 30 óra egy képzés, az 660 forint az első hónap, a második hónaptól 330 forint. Azért, hogy bárki számára elérhető legyen. És ezeknek a bevételeknek a 75%-a az azok között kerül kifizetésre, akik a tanulókat szervezik. Oké? Miért? Hogy ezen a bolygón aranykor lehessen. Érted? Mert ahhoz az embereknek tömegesen kell tanulniuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!